Javában tombol a nyár, ilyenkor kissé megfogyatkoznak a programok, hiszen a szervezők egy része is jól megérdemelt szabadságát tölti. Persze azért az élet ilyenkor is zajlik, és az elmúlt hetekben is jártunk jó néhány eseményen, melyeket e heti Pilise szemlénkben meg is mutatunk Önöknek. Nézzük, mivel is készültünk ezen a héten, a tartalomból röviden. Újra teljes gőzzel üzemel a vörösvári főzőkonyha. Nemzetiségi tanösvényt hoztak létre Szent Ivánon. Zene, színház, tánc, tűzgyújtás, összeállítás a napforduló fesztivál zárónapjáról. Kiállítások, koncertek, gyerekprogramok, háromnapos mulatság Pilis Csabán a Csabanapokon. Idén is feldübörögtek a traktorok Solymáron. A Magdolna-völgyi társasházépítésről tartottak fórumot Pilis Csabán. Lesznek hírek és ajánlunk programokat, tartsanak velünk ezen a héten is. Elég csavarosra sikerettünk, de 1984-ben, amikor mi összeházasodtunk az Ágival, ez ma volt, szoktam volt mondani, hogy 33 éve permanens válságban a házasságunk. Mi egy a család segítségevel épült akkori Münich Ferenc utcai lakásba költöztünk be. Már Budapesten. Nem itt. Solymáron. Ja, itt is van olyan, tehát 8, vagy volt olyan, te jó volt, is. Annyi történt, hogy mire sikerült az utca nevét átváltoztatni, és szerettem volna Borbarát utcának hívni, de a többiek leszavaztak. Nem, Kápolna utca, Solymáron. És amikor elköltöztünk.